Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy lovas férfit. Először úgy tűnik, hogy ez a férfi bátor, de ahogy én érzem ezen a kártyán, ez nem a bátorság, inkább a meggondolatlanság. Olyan rohamosan közeledik. Álarcot visel. Nem tudjuk, hogy ki ő, azt sem tudjuk, hogy mit akar. Sőt, még az is lehet, hogy az állarc mögött nem egy férfi van, hanem egy nő. Ez jelentheti azt, hogy valami vagy valaki közeledik hozzá, és ő nem tudja, hogy hogy alakulnak az események. Nem lát át a dolgokon, azt sem tudja, ki ez a személy, vagy mit akar tőle. Persze az is lehet, hogy itt nem külső hatásról van szó, hanem ő viselkedik így. Így az állarc mögött teszi a döntéseket, hogy mások ezen ne lássanak át, hogy ő mit tervez. A kezében a kard utal a levegő elemére. Ezek beszélgetések vagy fontos döntések. Itt arról van szó, hogy ő elsieti a dolgokat, meggondolatlanul tesz döntéseket, ez lehet jó, de lehet rossz is. De az is előfordulhat, hogy mások közelednek hozzá, és nem tudja, hogy ezek mit akarnak tőle. Ez lehet egy támadás is. És mit vált ki belőle? Természetesen bizonytalanságokat és félelmeket. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a kártyán a halál látható. Előfordulhat, hogy van itt egy örökösödési ügy és kihívások, támadások. De ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli velünk, hogy ő most lezár valamit. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Amit ő közöl, hogy rendeznie kell az anyagiakat. De ennek a kártyának más jelentése is van. A kezébe veszi a dolgokat, az értékeket, és ez lehet egy belső érték is, és így bókol neked, te értékes vagy számára. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ezt mutatja ez a ló, de nem sieti el a dolgokat, ő türelmes, vagy várja azt, hogy te légy türelmes, és várj rá. Viszont egy másik helyzetben, vagy más kapcsolatoknál ottan rohamosan mennek előre az események, és ő elveszíti a nyugalmát. Ki ad számára nyugalmat? Te adsz számára nyugalmat. Mert az érem van a kezében, és az a föld eleméhez tartozik, és az nyújt egy talajt a lába alatt, és ez megnyugtató érzés. Azon kívül jelenti a reális dolgokat is, azt is fogja közölni, hogy ő lezár valamit, és kettőtök között kialakul ez a kapcsolat, és meg lesz a biztonság érzete. Most megtekintjük a napi kártyát. Ez a ház utalhat családi kapcsolatokra, vagy egy otthonra, és ez lehet egy közös otthon tervezése is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást,
A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!